Az újvidéki tájékoztatást a Bethlen Gábor alap képviselői a 600 ezer és 5 millió forint közötti támogatásra vonatkozó pályázatokról tartották. A cél az, hogy a pályázók átgondolt és minőségi dokumentációt adjanak át, ami a pályázati kultúra kialakulását is segíti. Igyekszünk egy olyan fajta komolyabb, összeszedettebb, felkészültebb pályázat készítésre motiválni a kedves pályázókat, amivel értékteremtő minőségi munkát tudnak letenni a saját régióikban. Elsőként a Határtalanul program pályázati felhívásait hirdették meg, amely a magyarországi iskolák határon túli kapcsolatteremtését segíti elő. A szülőföldön magyarul a magyar anyanyelvű kisiskolások mellett idéntől az óvodások támogatására is vonatkozik. Legutóbb a Magyar Kultúráért és Oktatásért nevű pályázatot írták ki, amelyre a szórványban magyarul oktató intézmények, illetve az anyanyelvükön tanuló diákok, valamint a magyar kultúrát, hagyományt megőrizni szándékozó programok pályázhatnak. A kiírásokat két fronton, két futamidővel bonyolítjuk le, nyári programokra, illetve egyéb programokra. Ezeknek eltérő lebonyolítási határideje van, illetve eltérő elszámolási határideje van. A nyári programokra szeptember 30-áig, egyéb programokra pedig 2012. május 31-éig lehet pályázni. Az elbírálási határidő minden esetben egy hónap.